Tehát itt vagyunk a OnePlus 5-nél, ahol most igazából már az elejét kéne felvenni a videónak, de sorba álltam az előbb, és itt végigállt a sor, és ide be kellett menni a boltba, és nem volt könnyű bejutni. Több mint 500 ember állt a sorban, több mint 500 méteren át persze, és most már este 90, mindjárt meg tudtam venni egyet a 110 darabból, de ezt is menjünk be, és nézzük meg, hogy milyen bent a hangulat, ahol lehetett kapni a OnePlus 5-öket. És végre bent vagyunk, ahol látjátok, Amsterdam kibejelták a holland színekben az, hogy 5-ös, és itt ki is lehet próbálni a mobilokat persze szépen egy asztalnál, mielőtt megvesszük majd jobb oldalt. Most eladták a 110 darabot, amit itt lehetne kapni Amsterdamon, csak hogy látjátok, az emberek még bent is itt sorban állnak most már, és meg kell nézni egy kicsit, különök akadva, hogy egy hétig kell most várni, hogy online megdenik, még megkapják, de hát ez már csak ilyen sajnos. Köszönöm, hogy néztetek, és milyen folytatjuk kívülről. És persze nem csak simán meg lehet bent venni, hanem még kicsit le is lehet ülni, élvezni a hangulatot, hogy az ember bent van a hűvösben, már nem kell kint a napon állnia, és van ingyen sör, víz, energiétal, meg más kever dolgok itt a bárban. Most, hogy most a vége van az event, kint sincs sorbaállás, látjátok, a DJ még élvez egy kicsit az zenélést, és persze mi is kimegyünk itt a OnePlus 5 eventen végre kicsomagolni. Tehát vége van itt a OnePlus 5 pop-up store eventnek, mindjárt 5 perc is bezárják, én még egy sört mindjárt kiszok bent, sajnos meleg, mert nem, túl sokan jöttek igazából, és nem vártak ennyi emberre, és ahogy láttatok, ahogy már mutattam az elején is, eltűnkedik már az emberek, de itt egy szép kis poszteren alá van írva mindenkitől, aki itt volt, és itt dolgozik, hogy itt voltak, és hogy milyen jó volt az event. Én még élvezem egy kicsit napsütést, elmegyek egy Starbucksba vagy ilyen helyre, és ott majd persze még azt fogom csinálni, hogy kicsomagolom nektek, és felrakom persze majd YouTube-ra. Köszönöm, hogy nézted, Gábor László legközelebbi, és a fecsek feliratkozni tech videóra, ahol mindig a legújabb híreket megkapjátok a leggyorsabban a technika világban.